Augusztusban még javában zajlottak a munkálatok, jól láthatóan az autósok akkor csak egy sávon közlekedhettek a Korányi Frigyes utca és a Csalló köz csomópontjánál. Elsősorban azért volt szükség erre a beruházásra, mert a nehezen belátható kereszteződésben sok baleset történt az elmúlt években. Ma már a gyalogosok és a járművel közlekedők is akadálytalanul és biztonságosan közelíthetik meg a megyeszékhelynek ezt a csomópontját. Ez egy 833 milliós nagy projektünk. Ugye 2 kilométer, 650 méter hosszan fel kellett újítani az utat, és ezt a körforgalmat megépítettük. Ez a körforgalom is önmagában egy komplex feladat, hiszen nem csak a közmű átépítéseket érintette, 420 méter járda épült például az Eperjes utcától, átvezetések, gyalogos átvezetések megoldásra vártak. Egész pontosan 5 új zebra és 4 kerékpáros átvezetése létesült, emellett átépítették és akadálymentesítették a közeli autóbusz öblöket és peronokat is. Az önkormányzat egyébként még 2011-ben látott hozzá Nyíregyháza közlekedési infrastruktúrális fejlesztéséhez. Ennek egyik kezdeti és legfontosabb pontja volt a nyugati elkerülő, melynek megépítésével már csak alig több mint 10 kilométer hiányzik egy a teljes várost behatároló körgyűrű megvalósításához. A másik terület volt a földutak aszfaltozása, nem csak a külterületeken, hanem a nagykörúton belül is. Azt hiszem, hogy 8 utat kellett aszfaltozni, az univerzum mögött a parkolót leaszfaltozni, megoldani. De a harmadik terület a közlekedési csomópontok fejlesztése volt, sok balesettel és a közlekedés folyamatosságának az akadályoztatásával jártak az akkori állapotok. Összességében 2013 óta már 12 körforgalom épült Nyíregyházán, így a folyamatosan növekvő autós közlekedés ellenére is zavartalanabb és biztonságosabb a közlekedés a zsúfoltabb csomópontoknál. Az önkormányzat nemrégiben bejelentette, hogy a közeljövőben újabb 2 körforgalom építése kezdődik meg. A Vasvári Pál utca, Stadion utca és Hímes utca kereszteződésénél, valamint a Kálói és Tünde utca találkozásánál indulhatnak meg hamarosan a munkálatok.